Amerikai proféták látogattak el városunkba, imádkoztak a betegekért és áldást mondtak az itt lakókra. Az üdvösség hirdetői egyház vendégeként egy amerikai proféta házaspár tartott előadást a Városi Galériában. Áldást mondtak Csongrádra, mert értesültek arról, hogy az utóbbi időben jégeső és árvíz is nehezítette a település életét. Csongrádon már évek óta szolgál az üdvösség hirdetői egyház. Most egy különleges alkalom keretében két amerikai prófétát mutattak be a hívőknek. A mai alkalom egy különleges ünnepi alkalom. Különleges vendégeket köszöntünk a köreinkbe, régi barátaink és kedves ismerőseink, és csodálatos elhívottjai Istennek járják az egész világot, és a prófétai kenetben a proféciával szolgálják előrelépése, előremutatással az emberek életét. Abból az apropóból hívtuk meg őket erre a mai alkalomra. Csongrádon szolgálunk több éve, nagyon szeretjük a csongrádiakat, és áldjuk őket rendszeresen, ismernek minket a városba, a tévéképernyőjén keresztül is. Azért jöttek ma ide, meghívtuk őket, Magyarország több területén is járnak, de ide jöttek legelőször. Mivel Csongrád városát annyi minden érte az elmúlt időszakban, tavaly az árvíz, az emberek nehézségei, és mindazzal, amivel szembenéztek, és most ez a jégeső, és azt kértük tőlük, hogy áldják meg Csongrád városát a legnagyobb embertől, a legkisebbi, és a legapróbbakat is, tehát gyermekeket, felnőtteket, és mivel annyira szeretjük ezt a várost, és Isten hatalmas áldását kérjük a prófétával együtt mindannyiukra. Isten segítse önöket minden lépésükbe. A proféta házaspár rendszeresen járja a világot, és most Csongrádra érkeztek. Az itteni emberek sorsa számukra ugyanolyan fontos, mint a hazájukban élő Isten hívőké. I accepted Jesus as my savior. I was raised in a Bible-believing church. Oklahomában születtem, azután családommal átköltöztünk Kaliforniába a II. Világháború idején. Egy hívő családban nevelkedtem, és elfogadtam Jézus hatalmát az életem fölött. Ebben a szellemben neveltek. Középiskolás koromtól kezdve semmi más kívánságom nem volt, csak az, hogy szolgáljam az Urat teljes szívemből. The Lord loved me, He wanted to use me. He's willing to use anyone who is willing. 13 éves voltam, amikor az Úrhoz tértem. Saját magam tanulmányoztam a Bibliát, rájöttem arra, hogy az Úr szeret engem, mint mindenki mást. Így kezdtem el az ima életemet. Nagy Iva nagyon jó barátunk, az ő meghívására érkeztünk Csongrádra. A bibliai igét hoztuk, amit szeretnénk az itteni emberekkel is megosztani. Most áldást is mondunk a városra, és imádkozunk Csongrád lakosságáért.